Nézőinket rendszeresen tájékoztatjuk, hogy ebben a rendkívüli időszakban milyen lakosságot érintő változások vannak. Most újra kimentünk a piacra, és megnéztük, hogyan tartják be a lakosok a szigorításokat. A piacon fedett és kültéri részén is kötelező a maszkviselés. Nagyon helyes, hogy kötelezővé tették, mert nagyon sok szerintem olyan beteg, nem beteg, hanem emberek vannak, akik nem veszik figyelembe a dolgokat, és tüsszögnek, köhögnek erre-arra, úgyhogy ezt nagyon jól csinálják. Milyen? Sőt, még mi is, még Marcellnak, a gyereknek is föltesszük annak ellenére, de ha bár azért vannak emberek, akik nem igazán veszik jó néven, de szerintem jobb kivédeni a dolgokat, mint beleesni a betegségbe. A vásárlók betartják a szigorító intézkedéseket. Hát helyes, én azt mondom egyébként, hogy helyes dolog a maszkviselés. Ha pláne különösen, hogyha lesz is végső soron hatása majd, mert ez a legfontosabb. Ami valóban tényleg a mi egészségünket szolgál, amivel én is már most a 67. életében vagyok, úgyhogy én megmondom őszintén, hogy én félek tőle. Eddig is amúgy igazából kötelező volt a maszkhasználat, így kicsit azért nehezebbé teszi az életet szerintem. A megszokottól kicsit teljesen eltérő, és ugye ez így sokaknak nem könnyű dolgozni esetleg, vagy nekünk ugye, hogy az iskolába járás miatt is. Hát ugye legtöbb helyen, ahol kötelezővé tették, ugye nagyon-nagyon sok ember jár, ki tudja, kit fogunk meg, esetleg ki ér hozzánk, akitől esetleg elkaphatjuk, így természetesen fontos, hogy felvegyük. Az önkormányzat egyértelmű módon jelzi a piac területét.